Az elmúlt napokban rendezték meg a Gál Ferenc Főiskola Egészség és Szociális Tudományi Karának diplomátadó ünnepségét a Békés megyei központi kórház Pándi Kálmán tagkórház épületében. A végzős hallgatók közül mindannyian levelező tagozaton fejezték be tanulmányaikat. Én jelenleg ápolóként dolgozom egy krónikus belgyógyászati osztályon a kórházban, és ehhez kapcsolódóan nagyon hasznosnak találtam, hogy elvégeztem ezt az egészségfejlesztő mentálhigiénés képzést, hiszen munkám során rengeteg pszichés problémával, illetve demens betegekkel találkozom, ahol nagyon jól tudom hasznosítani ezeket az ismereteket, amiket most elsajátítottam. 2020. januárjában összesen 31 hallgató vehette át oklevelét Gyulán. Ők szociális munka alapszakon, illetve egészségfejlesztő mentálhigiénés szakrányú továbbképzésen szerezték meg diplomájukat. A hallgatók szép eredménnyel fejezték be a felsőfokú tanulmányaikat, hiszen 71%-uk kiváló minősítésű oklevelet vehetett át. Már mindannyian ők levelező tagozatra jártak, mindannyian munkahelyről érkeztek, és a saját munkahelyükre térnek vissza, és ott kamatoztatják a tudásukat, illetve egyéni életükbe, hiszen számos olyan készséget fejlesztenek a képzéseink, amelyek az egyéni élet menedzselésében is nagy mértékben segítik a hallgatóinkat. Példaértékű munkájáért dékáni elismerésben részesült a leköszönő HÖK elnök, Herceg Viktória, aki szociális munka alapszakon végzett. Ezt követően a friss diplomás hallgatók eskütétele következett. A felsőoktatási képzés egészen más feladatokra készíti fel a hallgatókat. Ma már ezeken a képzéseken is egyre fontosabb a gyakorlat, de a diploma megszerzéséig olyan elméleti tudással gazdagodhatnak a tanulók, melyeket kizárólag itt sajátíthatnak el. Ezen kívül nem csak saját, de kollégáik munkáját is segíteni tudják, emelte ki Kozma Gábor rektor. Ahogyan nagy szükség van a szakmai képesítésekre középfokon, ugyanolyan nagy szükség van tehát a felsőfokúakra, tehát a diplomásokra is. Azért is szükség van, mert minden generációban újra és újra meg kell újulnia ennek a rétegnek, az erre feladatra vállalkozóknak, de most olyan időszakban vagyunk már hosszabb óta, és ez a probléma nehezen kezelhető, hogy fogy a szakembereknek a száma, a diplomásoknak a száma, teljesen másként, más kell tenni, más eszközökkel lehet elérni azt, hogy mégis ad a létszám, rendelkezésre álljon akár középfokú, akár felsőfokú területen. A levelezős képzéseken végzett hallgatók többsége helyben, a központi kórházban dolgozott már tanulmányaik ideje alatt is, illetve többen más intézményben jelenleg is vezetői pozíciót töltenek be.